Dachya mana nam, tam eco dachya mana, tam eco dachya mana Apavargosi samshrite, apavargosi samshrite, apavargosi Apavargo si Arjuna, Arjuna Vacha, Krishna Krishna mahabhooth. Vakta nama Babayankara. Vakta nama Babayankara. Baba Tvam ekodakhyamana nam. Tvam ekodakhyamana nam. Apavargusi samshrite. Arjuna vacha. Arjuna vacha. Krishna Krishna muhavaho. Krishna Krishna muhavaho. Vakta nama Babayankara. Pameku Dakyam Ananam, Pameku Dakyam Ananam, Apa Vargo Sisančity, Apa Vargo Sisančity, Apa Vada Vada Čajai, Apa 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 Vada Čai, Apa Vada Čai, Apa Vada Čai, Apa Vada Čai, Apa Vada Čai,

Damiku Bhakyamananam, Bapavargosi Sam Srite, Papavargosi Shamsite, Arjuna Vacha, Arjuna Vacha, Krishna Krishna mahabaho Krishna, Krishna, Mahabha. Krishna, Krishna Mahabha. Bhaktana Baba

Ő aki, mindenható. ő, aki mindenható. Baktánám. Baktánám. A bakták. A, bakták. A, bajankara. A bajankara, félelmét eloszlatva. Félelmét eloszlatva. Tvam. Tvam. Te. Te. Éka, Éka. egyedül. egyedül. Dakya Akik, Akik szenvednek. Apavarga. A a felszabadulás útja. A szí. Vannak. vannak. Samsrité. Anyagi szenvedések közepette. Anyagi szenvedések közepette. Köszönöm szépen, Silapropát fordítása. Arjuna így szólt, Úram, Krishna, te vagy a mindenható istenség személyisége. Energiáidnak nincs határa, ezért képes vagy rettenthetetlen bátorságot önteni baktáid szívébe. Az anyagi szenvedések tüzében mindenki egyedül benne találhatja meg a felszabaduláshoz vezető utat. És mi együtt. Arjuna így, így szólt. Ó Uram Krishna, te, te vagy a mindenható Istenség személyisége. Energiáidnak nincs határa, Energiáidnak nincs határa. ezért képes vagy rendhenthet ezért képes vagy rettenthetetlen bátorságot önteni ezért képes vagy rettenthetetlen bátorságot önteni baktáit szívébe. Baktáit szívébe. Az anyagi szenvedések tüzében az anyagi szenvedések tüzében mindenki egyedül benned találhatja meg mindenki egyedül benned találhatja meg a felszabaduláshoz vezető, vezető utat. Köszönöm szépen, Sira Preopád magyarázata. Ajuna Arjuna tisztában volt az Úrsi Krisna transzendentális tulajdonságainak, hiszen már tapasztalatot szerzett erről a kuruksetrai csata során, ahol mindketten jelen voltak. Ezért Arjuna hiteles magyarázattal szolgálhat az Úr Krisnáról. Krisna mindenható, és ami a legfontosabb, ő ad bátorságot baktáinak. Az Úr baktája sohasem fél, mert az Úr védelmezi. Az anyagi létezés olyan, mint, mint a lángoló erdőtűz, amelyet csak is az Úr Sikrisna kegye oldhat el. A lelki tanítómester az Úr kegyének képviselője, ezért az anyagi létezés tüzében égő ember, az önmegvalósított lelki tanítómester átlátszó közegén keresztül kaphatja meg az Úr kegyének záporát. A lelki tanítómester szavai segítségével képes behatolni a szenvedő szívébe, hogy transzcendentális tudással töltse meg. Ez az egyedüli mód, hogy kiolcsuk az anyagi létezés tüzét. Om majiana te rendasya ganan janashara kaya chakshuramitamina tasma gura namaha. Jai shri krishna chetanya prabhu nityananda shyadveta gadatha shiva sadigura bhakta vrinda. Hare krishna hare krishna 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 hare hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Namo Vishnu Brahma, Krishna Krishna, Bhuta Vishnu Mate Shivaram Swami Tinamne. Arjuna Vacha, Krishna Krishna Mahabaho, Bhaktanam Abhayankara, Tvameko Dachyamananam Apavargosi, Samshrite. Arjuna így szólt, Óram Krishna, te vagy a mindenható Istenség személyisége. Energiáidnak nincs határa, ezért képes vagy rettenthetetlen bátorságot önteni baktáid szívébe. Az anyagi szenvedések tüzében mindenki egyedül benne találhatja meg a felszabaduláshoz vezető utat. Azt hiszem ez egész jól hangzik. Ki, szeret, ki szeretne rettenthetetlen bátorsággal rendelkezni? Van de egyedül. Talán Marci. <laughs> többieknek. <tűnt> nem a Rucsi Prónak már megvan, tehát hogy akinek megvan, annak nem kell. Sila is ez volt a neve, Abaj Csaranára Vinda, Bakti a Számik Sila Prabhupád. Ugye még a apukája is így hívta, hogy Abaj, aki félelem nélküli. És Prabhupád tényleg félelem nélküli volt. És gyakorlatilag egy tiszta baktának ez a, ez a jellemzője, hogy félelem nélküli. De az anyagi világot átitatja a félelem minden szempontból. Gyakorlatilag minden problémának a gyökerébe valamilyen fajta félelem áll. Vagy egzisztenciális félelem, vagy attól, hogy valaki elveszíti a férjét, a feleségét, elveszíti az állását, elveszíti a megélhetését, elveszíti az egészségét. Annyi minden miatt félnek az emberek. És a Simad Bhagavatam magyarázza, hogy hogy alakul ki a félelem. Ennek van öt lépése. A Simad Bhagavatam 11. éneke magyarázza És az első, hogy ugye így hangzik a vers, Bajam Abnivi és Asziát, Isáda Pétaszia Viparja Jószmiti. Tammája Játó, Buda Ábacsét van. Utolsó sort elfelejtettem, majd emlékezek rá. És akkor ez, ez a vers leírja ezt az öt lépést. Tehát, hogyha valaki szeretne félni, akkor azt úgy kell csinálni, hogy először el kell fordítani a, a tekintetét a legfelsőbb szemétől, Krisnától. Tehát annélkül nem lehet félni. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki tudjon félni, nagyon fontos, hogy el kell fordítani a figyelmét Krisnától. Ez az első lépés. hogy ezt úgy hívják, hogy... Értelem nem jut eszembe. A második, azt úgy hívják, hogy asmriti, hogy el kell felejteni a legfelsőbb szemét. Tehát, hogy nem elég csak elfordítani az ember arcát Krisnától, mert ha még emlékszik rá, akkor még mindig nem tud félni. Tehát, hogy kell, hogy elfordítsa az arcát, és el is felejtse Krisnát. Ez az asmriti. De ez még mindig nem elég, mert akkor még mindig lélekként azonosítja magát, hogyha még el is felejtette Krisnát, de hogyha még lélek, a lélek az örökké való tudással és boldogsággal teli. A harmadik lépés, hogy szert kell tenni egy anyagi azonosságra. Ugye, mert az anyagi azonosság az ideiglenes, mindig változik, és amikor már valakinek van egy anyagi azonossága, akkor már közelebb került a félelemhez. De ez még mindig nem elég, mert ahhoz, hogy igazából tudjon félni, el kell merülni az anyagi azonosságban. Ez a negyedik lépés. És amikor megtette ezt a negyedik lépést, hogy elmerült az anyagi azonosságban, akkor kitárul előtte a, az experience, a tapasztalat, az ötödik lépésben most már tud félni. Tehát, hogy akkor kinyílik előtte ez a lehetőség, hogy tud félelmet tapasztalni. És hogyha valaki ezt nem így csinálja, akkor nem tud félelmet tapasztalni. Tehát, hogy mindegyik lépésre szükség van ahhoz, hogy félelmet tudjon az ember tapasztalni. És amikor valaki, valaki félni akar, akkor nagyon fontos, hogy ezeket a pontokat mind megőrizze, hogy, hogy elmerüljön az anyagi azonosságában, lehetőleg legyen neki egy jó pár, hogy akkor mindig legyen mibe elmerülni. Nem szabad emlékezni Krisnára és végképp nem szabad őt szolgálni, nem szabad vele foglalkozni, mert akkor nem fog tudni félni. Tehát, hogy ezek mind szükségesek hozzá. De, hogyha véletlenül valaki pont nem akar félni, és szeretne kikerülni a félelemből, akkor ezeket a lépéseket kell visszafordítani. És ugye itt mondja Sila a magyarázatban, hogy, hogy el kell fogadni egy lelki tanítómestert, és a lelki tanítómester átlátszó közegén keresztül, akkor megkapja az ember az úr kegyének az áparát. És tudjátok-e, hogy Silapraupád mi az, amit ismételt a leckébe legtöbbször? Nem ez a test az élet. Tehát, hogy ezt Sila Praupát gyakorlatilag súlykolta, hogy nem, nem ez a test az éned. És ez a nem ez a test az éned, ez nem csak azt jelenti, hogy nem ez a durva fizikai test. Az azt jelenti, hogy nem vagyunk magyarok, az azt jelenti, hogy nem, nem tartozunk ehhez a civilizációhoz, ez az azt jelenti, hogy nem vagyunk az elménk se, nem vagyunk a hamis ego. nem vagyunk ez a sok ugye, megjelölés, ami ránk van aggatva, hogy én ez a szak, ezzel a szakmával azonosítom magam, ezzel a nemzettel azonosítom magam, ezzel a akármivel. Ugye már olyan azonosítások vannak, hogy én egy gamer vagyok, ugye ezek is az anyagi azonosításoknak a különböző formái. Tehát, hogy annyi fajta anyagi azonosságban ez mind belekapcsolódik abba, vagy összefoglalásképpen, hogy nem ez a test az énünk. Mert ez a test az ideiglenes. És amikor ezekbe az ideiglenes testi azonosságokba vagyunk elmerülve, és ezzel azonosítjuk magunkat, akkor mivel ezek az azonosságok változnak, lehet, hogy valaki az egyik munkahelyen dolgozik. De nagyon könnyen van az, hogy vagy megszűnik a munkahely, vagy kirúgják a munkahelyről, vagy úgy gondolják, hogy valaki mást vesznek fel helyette és akkor lehet félni. Tehát, hogy amikor valaki ideiglenes azonosságokban merül el, ami potenciálisan változik, akkor, akkor mindig fog félni. Ugye tegnap említettem Tarunnak a példáját, aki modelkedett még fiatal korába, és amikor 28 éves korában gondolt, hogy visszamegy modellkedni, modelkednek, mondták neki, hogy már túl öreg vagy, hogy akkor most már nem modelkedhetsz. mert kiöregedtél a szakmából. Ugye változik, kicsit változik az idő, és akkor már valaki nem tudja azt csinálni, amit korábban csinált. És ahhoz, hogy ezt vissza tudjuk fordítani, akkor szükséges, hogy ne azonosítsuk magunkat ezzel. És akkor utána lelki azonosságra kell szert tenni, hogy ugye nem vagyunk ez a test, de akkor mi vagyunk. Örökkévaló lélek vagyunk, a legfelsőbb személynek a szolgája, és hogy tudunk Krisnára emlékezni, úgy tudunk Krisnára emlékezni, hogy olvassuk a Bhagavad Gita-t, Simad de és akkor tudunk Krisnára emlékezni, és amikor emlékezünk Krisnára folyamatosan, hogy ő mit, milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Most képzeljük el, Krishna itt mondja az a vers, hogy energiáidnak nincs határa. Van, van -e esetleg valakinek, ami akkor szűkölködött valamiből, hogy nem volt éppen elég valamiből, nem volt elég pénzzel, nem volt elég, nem volt elég tudása, nem volt elég boldogsága, nem volt elég akármije. Akkor itt mondja vers, hogy energiainak nincs határa, tehát hogy Krisnánál nincs hiány, hogy akkor most éppen kifogyott, ugye most Námon Ucsipra mesélt, hogy voltak vásárolni, és akkor a koronavírus miatt az emberek kicsit lerabolták az üzleteket, és akkor voltak olyan dolgok, amit nem lehetett venni, mert nem volt. Mert ugye itt mindig előfordulhat hiány, és még ez csak egy kis koronavírus, és még nem is jött be. Ugye Orbán Viktor mondta, hogy akkor Magyarországra nem jött be a, a nem jön be a koronavírus, de még mindig az emberek annyira félnek, hogy akkor mi történik, hogyha véletlenül mégis bejön. Mint gyakorlatilag ugye egy, egyfajta influenza, és nem veszélyesebb, mint az összes többi fajta influenza. Sundari Mataji említette, hogy a 2017-es influenza járványban, amit volt Magyarországon, 5000 ember halt meg szövődményekbe. Tehát, hogy most nem tudom, hogy pont mennyi mennyi haláleset van világszerte, de ebbe a 2017-es járványba sokkal többen meghaltak Magyarországon a szövődmények miatt, és annak nem volt ekkora, nem tudom, nagy fenék kerítve. De, ugye, de ez csak mutatja, hogy milyen erős a félelem. A félelem egy kis vírus miatt. És, és még nincs is olyan nagy probléma, hogy nincs háború, vagy nincs ilyen nagy dolog. Tehát, hogyha valami komolyabb dolog lenne, akkor, akkor milyen félelem lenne. De hogyha valaki gyakorolja a lelki életet, és emlékszik Krisnára, akinek nincs a energiájának nincs határa, akkor ő, akkor ő nem fog félni. De ez nem tud egy mesterségesen, lenni, tehát hogy ezt nekünk fel kell építeni. Ugyanúgy, amikor akarunk lelki gyakorlatokat végezni, amikor valaki dzsapázik, akkor bele kell mennie legalább abba az azonosítás, hogy én egy lelki gyakorló vagyok. És most az a feladatom, hogy próbáljam hallani a szennevet. Mert amikor valaki egy másik azonosítással próbál csapázni, szerintem azt hiszem mindenkinek van erre tapasztalata, hogy akkor jönnek azok a fajta gondolatok az elméjébe, és azok gyakorlatilag eluralják az elmét. És akkor nagyon nehéz csapázni, hogyha nem a megfelelő azonosítással csapázik valaki. Tehát, hogy ezek nagyon fontosak. Tehát, hogyha valaki akarja változtatni azt, hogy milyen tapasztalata van éppen az életben, akkor kell tudnia változtatni az azonosságát, hogy én most kinek gondolom magamat. És amikor az emberek ugye elmennek és isznak, isznak alkoholt, hogy akkor elfelejtsék a bánatukat, ott is az történik, hogy ideiglenesen az alkohol hatására megszabadulnak attól a fajta hamisegótól, ami éppen kínozza őket. Ugye, hogyha valakit, nem tudom, kirúgtak a munkahelyéről, és amiatt szomorú, ugye borba folytja a bánatát, akkor mi történik ilyenkor, hogy akkor egy ideig, akkor elfelejti azt a fajta azonosságát és akkor lemegy a súly ideiglenesen. Utána, amikor kihozan, addig visszajön az a súly. Tehát, hogy nem volt olyan hosszú idei időig az a súlylevétel, de gyakorlatilag ez történik. De amikor valaki ezt tudja tudatosan csinálni, hogy akkor tudatosan vált egy másik azonosságra, vagy ami még jobb, hogy akkor lélekként azonosítja magát, akkor, akkor, nem fogja ez a súly terhelni. És amikor nem csak léleként azonosítja magát, hanem Krisnával kapcsolatban van egy azonosítása, akkor meg nem is tudja megérinteni. És ugye itt Arjuna harcolt a Kuruksetrai csatában. Krishna hajtotta a harci szekerét. És akkor bármikor került Arjuna nehéz helyzetben, és amikor olvassa valaki a Mahabharatot, akkor látja, hogy jó párszor került nehéz helyzetben majdnem megölte Bismadév, és akkor Krisnának meg kellett törnie a fogadalmát, és akkor egy, még a Bhagavatam egyesben itt van egy ilyen kép is, amikor, amikor Krisna, hogy megvédje a dzsunát, akkor felkap egy ilyen szekérkereket, és akkor itt megy Bismadév felé. És akkor ott megmentette, mert Bismadév volt a legkiválóbb harcos, ennek is van egy története, hogy hogy történt, hogy ugye Bismadév az ellentétes oldalon harcolt, és durjódan nem volt elégedett. És mondta Bismadévnek, hogy Bismadév, te nem a harcolsz a teljes kapacitásoddal, és mi erre a bizonyíték, hogy a pándavák még mindig élnek. Mert hogyha igazából te, te tartanád a szavadat, és igazából teljes erődből harcolnál már, a pándavák rég meghaltak volna. És az a bizonyíték, hogy mivel ragaszkodás érzel irántuk, akkor csak így nagyjából harcolsz, meg igazából. Egy-két aksahúni hat testet már megölt addigra Bismadév csak magad, de azért nem, nem harcol teljes erőből, mert nem ölte meg a pándavákat. És akkor Bismadév mondta, hogy jó, akkor következő nap, akkor az összes pándova fivérrel végezni fogok, és akkor fogott öt, öt veszőt, így és akkor bemutatott egy kis pudzsát, és akkor felhatalmazta az összes harcosi potenciájával azt az öt íveszőt. És akkor mondta, hogy ez az öt íveszővel akkor holnap megölöm az öt pándava fivért. És akkor Duriodom nagyon elégedett volt, végre akkor vége lesz a csatának, és én fogok nyerni, én leszek a császár, én leszek a király. És akkor mondta Durjódon, hogy elkérhetem azt az öt veszőt, hogy addig én vigyázok rá. És akkor odatta neki Bismadév, és akkor Krishna tudta, hogy, hogy Bisma most eldöntötte, hozott egy döntést, és megígérte Durjódannak, hogy akkor meg fogja ölni az öt pándava fivért. És akkor mondta Arjuna-nak, hogy el kell kérned azt az öt, öt veszőt, Durjodantól. És volt egy korábban egy áldás, vagy nem is egy áldás, hogy Durjodan ígéretet tett nak Mert egyszer Arjuna megmentette a, a Pandava, Arjuna megmentette a kóravákat. Volt egy összetűzés, egy Gandarva hadtest gyakorlatilag megalázta az egész kurú családnak a hat és akkor Arjuna megmentette az egész igazából dirtarást fiait a gandarváktól, és akkor mondta neki durjódan, hogy Arjuna, hogyha bármit szeretnél tőlem, akkor én teljesíteni fogom azt a vágyadat. És amikor jött hozzá Arjuna, akkor Krishna küldte Arjunát, és akkor durjódan emlékezett erre, Arjuna, hogyha szeretnéd, hogy véget vessünk a csatának, és szeretnéd, hogy, hogy ti legyetek a, az uralkodók, akkor megadom ezt. És mondta Arjuna, nem ezért jöttem. Akkor kérdezte, akkor mit szeretnél Arjuna? Szeretném azt az öt íveszőt. És akkor ne lefagyott. Honnan tudtad, hogy létezik ez az öt ívesző? Ugye, mert ez nem tették ki a Facebookra, vagy az Instagramra, hogy akkor éppen Bismadév mire készül. És mondta Arjuna, hogy Krishna mondta nekem. És amikor, és nagyon érdekes, hogy Dúrjódamba volt annyi becsület, hogy akkor oké, én adtam a szavamat, és akkor oda a az öt ívesszőt. És akkor másnap reggel, akkor Bismadév akkor felöltötte az, a vértjét, fogta a fegyvereit, és akkor hívatta Dúrjódant, hogy Dúrjódan adod az öt évesszőt. És akkor durjódan, akkor nagyon szégyellte magát, de mondta, hogy itt volt Arjuna, és elkérte az öt évesszőt. És akkor Bismadév mondta neki, hogy látod, már mondtam neked számtalanszor, hogy Arjunának a szekerét Krishna vezeti. És Krisna az Istenesé legfelsőbb személyisége, nem tudsz győzni Krisna ellen. És akkor, de Bismadév fogadalmat tett Durjódannak, hogy megöli ezt az öt pándava fivért. És akkor most nem tudja teljesíteni a fogadalmát. De Bismodé emlékezett, hogy Krishna tette egy fogadalmat a kuruksetrai csata előtt, hogy nem fog fegyvert. És akkor mondta Bismodé durjodonnak, hogy, oké, okay, most Krishna akkor arra kényszerít engem, hogy megtörjem a fogadalmat. De akkor én most úgy fogok harcolni, hogy Krishna kényszerül, kényszerülni fog, hogy megtörje az ő fogadalmát. Hogy akkor megvédje a barátját, Argyunát. És Bismodé olyan erővel harcolt, hogy Arjunának már el, előtte a nyilát, akkor a harci szekér, azért, ugye azért vette ki Krishna a kerekét, mert a harci szekér is akkor ott már olyan állapotba került. És, és akkor Krishna fogta a szekérnek a kerekét, és mint a csakrát tartotta az ujján, hogy akkor megölje Bismadévet. És akkor Bismadév csak várta. Várta, hogy oké, okay, akkor Krishna most meg fog ölni engem, mert igazából ő ő igazából meg tud ölni, de akkor pont akkor vége volt az aznapi csatának, és akkor lefújták, megszólalt a kagyuluk, lement a nap, és akkor nem harcoltak tovább. De és akkor így Bismadi vágya is teljesült, hogy akarta, hogy Krishna törje meg a barátjáért a fogadalmát. És Krishna, Krishna ezt megtette, hogy akkor megtörte a fogadalmát, hogy akkor megvédje a barátját, a Arjunát, mert neki az fontosabb, mint hogy hogy megtartsa a saját fogadalmát. Ezért, amikor a Krishna mondja Arjunának, hogy, hogy az én hívem nem vész el soha, és mondja hogy te mondjad. Mert én lehet, valamikor megtöröm a fogadalmamat, de a baktáimnak a fogadalmát mindig, mindig betartatom, mindig támogatom. Ugye itt, tehát, hogy Krishna számtalanszor, és még van egy csomó ilyen eset, amikor megmenti Arjunát. És Arjunának volt egy nagyon komoly tapasztalata, hogy a Krisna vezette a szekerét, és minden nehéz helyzetből kikormányozta. Ugyanígy, amikor mi elfogadjuk Krisnát, amikor megfordulunk Krisnának, hogy Krishna kélek vezesd az én szekeremet is, akkor Krisna ott van mindenkinek a szívű felső és meg tud nyilvánulni Bhagavánsi Krisnaként, és akkor vezeti a mi szekerünket is. Tehát, hogyha akar valaki igaziból félelem nélküli lenni, akkor meg tudja kérni Krisnát, hogy én is olyan nehéz helyzetben vagyok itt az anyagi világban, ami hasonlít egy kuruksetrai csatához, hogy kérlek, vezesd az én szekeremet is, hogy akkor ki tudja kijönni a kuruksetrai csatából, az én kuruksetrai csatámból. A is, amikor eljött a nyugati világba, küldte Bhakti Siddhanta akkor írt egy nagyon szép verset, Márkiné Bhagavad Dharma, és annak a végén mondta, hogy Uram, nacsó, 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 szématé, hogy Uram, csak táncoltas, táncoltas, táncoltas engem úgy, ahogyan te akarod. És akkor Sila Prabhupád akkor így kifejezte ezt a meghódolását. És amikor valaki meghódol Krisnának, akkor félelem nélkül lesz. Ugyanúgy, ahogy Arjuna félelem volt a Kuruksetrai csatában, ahogy Praupát félelem nélkül volt, és akkor ugyanúgy mi is félelem nélkülek tudunk lenni. És ugye itt olvassuk most éppen a Simat Bágovat a másénekét. és ez, itt ez a fejezet, ez a hetedik fejezet, ahol, ahol most pont olvasunk, az arról szól, hogy Krishna megmenti Pariksit Maharácsot az anyamében. Asvattáma kilőtte a fegyvert, a bramásztrát, hogy akkor elpusztítja a Pariksit Maharácsot az anyukája méhében, és akkor Kriszna megmentette Pariksit Maharácsot. És nagyon érdekes felmérő a kérdés, hogy amikor olvassuk az elsőnek végét, ott Sringi megátkozza a Pariksit Maharácsot, hogy egy kígyó madár hét nap múlva akkor marja meg Pariksit Miért nem mentette meg Pariksit Maharágyot Krishna? Ugye ez felmerülhet a kérdés. Megmentette az anyamében egy, egy uh, atomfegyvertő gyakorlát, a bramásztrától. akkor egy kígyó madár, az most ahhoz képest, az nagyon, nagyon kicsi. De miért nem mentette meg Krisna? Mit gondoltok? Itt pont így szerette volna hogy hogy sivatában a támadni, és visszamenni. Igen, egyrészt, hogy ez volt az elrendezés Pariksit Maharajnak, hogy visszamenjen Krisnához. Egy másik elrendezés, amit mond Vanda, hogy hát nekünk is ez volt az elrendezés, hogy tudjuk hallani a simat, bágavatomat. Ez volt az elrendezés. És nagyon érdekes, hogy ott volt Pariksit Maharaj az anyamében. Nem volt nem tudta megvédeni magát, még csak nem is jött ki, tehát hogy még ugye egy gyerek, amikor már kijön, legalább tud valamit csinálni, de az anyamében mit tud valakit csinálni, mert nem sok mindent. És akkor Kisna megvédte. És milyen állapotban volt Pariksit Maharács, amikor volt ez az átok? Ő volt a világnak az uralkodója, tényleg ő volt a császár. És nem, 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 nem hogy csak császár volt, hanem irjabbágoltam, hogy a, a királyok önként jöttek, hogy befizessék az adót. Nem kellett neki harcolnia, olyan presztízse volt, olyan ereje volt, olyan ereje volt, hogy amikor jött Kali, a megszemélyesült Kali, akkor Kalinak le kellett hódolnia előtte, mert Pariksit Maharács kész volt, hogy megölje, amikor behozta a vallástalanságot a birodalmába. És amikor lehódolt Kali előtte, akkor Pariksit Maharács mosolygott, hogy hogy ez a kalé nagyon hitvány, hogy itt meg akarom ölni, és akkor még nem is harcol. Ugye satria amikor valaki egy ksatria, egy ksatriák nem hódolnak meg, hanem vagy győznek, vagy meghalnak. De egy igazi satria nem hódol meg, és akkor látszik, hogy ez nem ksatria, ez csak egy csaló. És de, de mosolygott, hogy de megmenekült. És akkor írja a bágavatam, a sors elrendezéséből Kali megmenekült attól, hogy Pariksit Maharács megölje. Ugye, mert ez az ő korszaka, tehát, hogy akkor be kellett volna zárni a Kali korszakot, és akkor mi lett volna, hogy a, a Kali korszak érdeklődés hiányában elmarad. igazából érdeklődés volt a Kali korszakra, csak kellett valaki, aki megcsinálja. Igazából amit itt látunk magunk körül, az mint Kalinak a, Kalinak a mesterkedése gyakorlatilag azt mind ő alakítja ki, ahogy minden itt történik az anyagi világban, ő van a háttérben. És Pariksit Maharaj olyan erős volt, hogy képes volt, képes volt megölni Kalit, tehát, hogy végtelen gazdag volt, mindenki nagyon szerette, fiatal volt, mindene meg volt, az ereje teljébe volt, és ez is az egyik kérdés a bölcseknek, hogy miért mondott le a toronról Pariksit Maharács, mikor fiatal volt, gazdag volt, hatalmas volt, nem volt semmi probléma a birodalomba, miért mondott le a birodalomról? És akkor innen indul ez a történet, amikor uh, Szuta Goszfami elkezdi mesélni, hogy akkor hogy átkozták meg Pariksit Maharácsot. De ugye, és még írja a bágavatom, hogy Pariksit Maharács meg tudta volna védeni magát. Tehát, hogy ugye megátkozták, de léteznek ellenátkok, és akkor meg tudta volna védeni magát. De értette, hogy ez a legfelsőbb személy elrendezése. És nem akarta a legfelsőbb személy elrendezése ellen tenni. És akkor boldog volt, hogy hallhatja a simat, bágavatomat. És amikor megjött Sukadév Goszvámi, ugye leült a Ganges partján, hogy akkor a haláláig bőjtöljön, és, és a ott a bölcsektől. Nagyon érdekes, hogy leült oda a Ganges partjára, és az egész univerzumban elment a hír, hogy Pariksit Maharaj akkor haláláig bőtölni fog, és az univerzumból mindig jöttek a bölcsek mindenhonnan. Honnan tudták? Nem volt Facebook, nem volt telefon, nem volt Messenger, nem volt Instagram. Honnan tudták, hogy mire készül Pariksit Maharaj? Egyik pillanatról a másikra. Mert hét napja volt hátra, és a bágovatomot hét nap alatt mondták el. Tehát, hogy gyakorlatilag mindenkinek, aki ott volt, egy napon belül oda kellett érkeznie. Mert van egy másik fajta messenger is, meg másik fajta Facebook is az elmének a síkján, és akkor, amikor hallották, hogy akkor Pariksit Marács ebben a helyzetben van, azonnal jöttek, hogy egyrészt segítsenek a királynak, és akkor gondolták, hogy ez egy különleges dolog lesz, itt valami fog történni, valami különleges dolog fog történni, és akkor egyből jöttek, ugye, hogyha valami izgalmas dolog van, akkor mindenki jön. És akkor jöttek, és végül odaért Su Sukadev Goszvám, és amikor odaért Su Sukadév amikor mindenki tudta, hogy ő fogja tanítani Pariksit Maharázsot, és akkor mindenkinek lehetősége nyílt arra, hogy hallgassa a Simad Bhagavatam nektárját, hall, hallhassa, hallhassa Krisnának a kefteléseit, és akkor vissza tudjon menni, és fel tudjon szabadulni. És akkor Sugadev Goszvámi lett Pariksit Maharázsnak a lelki tanítómester, és itt mondta, hogy a anyagi lét lángoló tüzét úgy lehet kioltani, hogyha valaki megkapja egy lelki tanítómester, egy önmegvalósított lelki tanítómester áldását, akinek a szavai akkor behatolnak a szívébe és kioltják ezt a lángoló tüzet, ugye, mert ott ég ez a lángoló tűz a szívünkben, és ezt énekeljük minden reggel, szamszára, dáván, alid, Ez gyakorlatilag erről a, a guru az első verszak erről szól, hogy ez az anyagi világ egy lángoló erdőtűz. És itt mindenki szenvedettől a tűztől, ettől a félelemtől, ami rángol. És hogy lehet kioltani ezt a lángoló eltűzet, ez, ezt a lelki tanítómester kegye tudja kioltani, aki a transzendentális tudásnak a szavaival behatol a tanítványnak a szívébe, és ez a, ez a, ezek a szavak, ezek a felhatalmazott potenciális szavak eloltják ezt a lángoló eltűzet, amit meggyűjtött Kali, vagy ami elve ég itt az anyagi világban. Ugye nagyon érdekes volt, hogy amikor volt, nem tudom, hogy van-e még a ez az erdőtűz, van esélyes, hogy van még, mert ott mindig ég valami, de amikor volt ez a nagyon nagy kiterjedési erdőtűz, akkor volt voltak gyűjtések, hogy akkor eloltsák ezt az erdőtűzet. És amikor a különféle szervezeteknek a képviselői megérkeztek Brazíliába, a brazil kormány akkor mondta nekik, hogy ne oltsatok el ti semmit, ezt mi gyújtottuk meg. És akkor nem engedték nekik, hogy eloltsák az erdőtüzet. Ugyanígy az anyagi erdőt, vagy ezt a lángoló erdőtüzet se könnyű eloltani, amikor valaki bele van merülve az anyagi hangvibrációba, mert azt táplálja. És amikor valaki el akarja, el akarja oltani, akkor szükség van transzcendentális hangvibrációra, szükség van a szennévre, szükség van a simad bágavatam, a Gitának a hangvibrációjára, és amikor erre odafigyelünk és befogadjuk, ugye, mert itt, amikor olvassuk a bágavatomat, nem csak magát, a bágavatamnak a szavait olvassuk, hanem olvassuk Szilapra a magyarázatait, és amikor befogadjuk ezt a szívünkbe, és akkor gondolkodunk rajta, oké, ez mit jelent az én életemben, hogyan tudnám én ezt alkalmazni, az én életemben. Ugye itt el kell fogadni lelki tanítómestert, azt ajánlja Prabhupád. Ugye, mert amikor valakinek nincs lelki tanítómestere, akkor is van lelki tanítómestere. Amikor valakinek nincs lelki tanítómestere, akkor ki a lelki tanítómestere, ki a mestere? Csét? Csét? Az elméje. Pontosan. Tehát amikor valaki nem fogad el lelki tanítómestert, akkor neki az elméje a lelki tanítómestere. És ahogyan érzi magát, olyan, akkor olyan eredményt kap ettől a fajta lelki mestertől. Tehát, hogy gurúja mindenkinek van, az elméje alapból a mindenkinek a gurúja, és amikor valaki meg akar szabadulni az elmének a diktálásától, akkor el kell fogadni egy lelki mestert. Vagy avató lelki vagy utasítást adó lelki mestert. mert amikor az én elmémnek a szava az van legfelül, és az elmém a kötőrök hatása alatt áll, akkor azért vagyunk abban a helyzetben, amiben vagyunk. De hogyha akarunk egy másik helyzetben lenni, akkor kell egy másik utasítás. És ez az utasítást kell, hogy érkezzen Krishnától, a tanítványi láncolaton keresztül, a lelki tanító mesteren keresztül, aki hiteles képviselője a tanítványi láncolatnak. És hogyha mi követjük azt az utasítást, akkor az az anyagi létlángoló tüze, akkor ki fog, ki fog aludni olyan mértékben, amilyen mértékben, akkor követjük ezt. Oké, okay, fél kilenc van, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Tehát, hogyha valaki ki akarja oltani a szenvedésnek, vagy a félemnek a lángoló tüzét, akkor vissza kell tudnia fordítani ezt a folyamatot. Ugye volt ez az öt lépés, elfordulni Krisztántól, elfelejteni Krisznát, anyagi azonosságra szertenni, elmerülni az azonosságban, és akkor utána lehet félni. És hogyha valaki nem akarja ezt a félelmet, akkor egy lelki tanító segítségével akkor ki kell jönni az anyagi azonosságból, hogy nem ez a test az énünk. El kell sajátítani egy lelki azonosságot, kell tudnia emlékezni a Krisnára, visszafordítani a figyelmét, és amikor visszafordítja a figyelmét, akkor, akkor gyakorlatilag nem fog félni. Baktivinot akkor nagyon viccesen magyarázza -e ezt, ugye miért jön el a lélek a lelki világból, ugye mert ott Krishna van a középpontban. És hogyha én akarok középpontban lenni, de Krishna olyan, mint a ragyogó nap. Kriszna-nak a potenciájával nem könnyű versenyezni. Ugye Krishna a ragyogó nap, és mi olyanok vagyunk parányi lélekszikrák, mint a Szent János bogarak. És amikor a Szent János bogár villogni akar, nappal nem olyan könnyű neki villogni, mert nagyon pici a fénye. Akkor a Szent János Bogár villogni akar, hova kell mennie? Egy sötétségbe. És erre van az anyagi világ, hogy akkor itt lehet villogni, a Szent János Bogaraként mindenki tud villogni, de akkor sötétségbe kell lenni. És hogyha vissza akarunk menni a fényre, akkor el kell fogadni, hogy van egy eredeti fény, van a középpont a napnak a fénye, és akkor fogunk a napnak a fényénél minden nyilvánvaló. Akkor valaki sötétségben van, és egy kis Szent János bogárnak a fényével, szerint, amikor gyerekek voltunk, akkor gyűjtöttük a Szent János Bogarakat, hogy majd azzal világítunk, és egy párat összegyűjtöttünk, de nem olyan jó működött ez a fajta seplápa, mert elég kicsi volt a fényük. Tehát, hogyha valaki igazából látni akar, akkor újra Krishnához kell fordulni, mert ő a nap, és akkor minden. Ugyanúgy, amikor feljön a nap, akkor mindent lehet látni tisztán, nem kell erőködni. Ha valaki a Szent János Bogarak fényénél akar valamit látni, akkor nem lesz olyan könnyű. Oké, okay, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. grantarácsi bággattam ki, Zsászilapraukán, Kícsán, Gyányitájúra,